Péntek délelőtt igen sokan megfordultak az egyik budai bevásárlóközpontban. Természetesen főként idősebb személyekkel találkoztunk, hiszen hétköznaponként 9 és 11 óra között, hétvégén pedig 8 és 10 óra között csak a 65 évnél idősebbek léphettek a magyarországi élelmiszerboltokba, drogériákba és gyógyszertárakba. Kevesebben vannak, és hamarabb be lehetett vásárolni. És ön kihasználta ezt sokszor? Kihasználtam. Járt a sávon kívül is? Nem, most mióta ez a rendelet van, én sávon kívül nem jártam. A közeledő ünnepek miatt azonban felfüggesztik a védett idősávot. Ezt helyesnek tartom végső soron, hogy ne kelljen a fiataloknak a ajtón kívül állni azért, hogy az eladó kihozza neki az árut. A vásárlási idősáv bevezetését még november végén javasolták az idősek tanácsának tagjai, de a tavaszitól eltérő gyakorlattal. Akkor ugyanis csak a 65 éven felüliek számára előlátott idősávban vásárolhattak az idősek. Tudnak élni ezzel a lehetőséggel, sokan ki tudták használni ezt a vásárlásra, ugyanakkor azt látják, hogy az ünnepek közelettével egyre nagyobb a tumultus, egyre többen vannak ráadásul szabadságon, és egyre nagyobb a feszültség a különböző korosztályok között a védett idősáv miatt. Novák Katalin közölte, az idősek tanácsának tagjai azt javasolják, hogy legalább hétvégére, de akár teljes egészében a karácsonyi időszakra való tekintettel függesszék fel az idősáv használatát. Csütörtökön a kereskedelmi szervezetek is az idősek vásárlási sávjának felfüggesztését kérték.